A helyi önkormányzatoknak is működési engedélyt kelljen kibocsátaniuk a szerencsejátéktermek működtetéséhez. Ezt szorgalmazza egy új törvénytervezet, amelyet az RMDS nyújtott be a parlamentbe. Az USZRE és a jobboldal ereje is szigorítana a szerencsejátékok kapcsán. Híradónk a múlt héten számolt be arról, hogy az iskolák és játszóterek 300 méteres körzetében tilos lesz a szerencséjáték gépek üzemeltetése. Most egy újabb intézkedést kezdeményez az RMDS, amely előírja, hogy az érintetteknek ezen túl a helyi önkormányzattól is be kell szerezniük a működési engedélyt, erre ugyanis korábban nem volt szükség mindenféleképpen indokoltnak tartom, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati vezető működési engedélyt bocsásson ki bármilyen tevékenység folytatására, főleg ilyen, ilyen rizikofaktorral bíró tevékenységekre, mint például a szerencsejáték. A statisztikák szerint jelenleg 12 ezer sportfogadási iroda működik az országban, és 400 ezer személy használja online a szerencsejáték felületeket. Ennek értelmében 1 millió személy fogad online, és az ország 12 2000 sportfogadó termének valamelyikében. Ugyanakkor a 16 éves korosztály több mint 25%-a szerencse játékozott már. Az is törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe, amely az 5000 lakosnál kisebb településeken teljes mértékben, a nagyobb településeken pedig a lakóépületekben megtiltaná a szerencsejátéktermek termek működtetését. A tervezet azt is előírja, hogy 300 méteres körzetben csak egyetlen terem működhet. A jobb oldal ereje is előrukkolt egy tervezettel, amely a szerencsejátékokat népszerűsítő mindennemű reklámot betiltana.